Köszöntök mindenkit ezen a sajtótájékoztatón, amit azért szerveztünk, hogy beszámoljunk az elmúlt 10 napról. Ugye június 3-án megnyílt a Munkácsi Most kiállítás, és az elmúlt napokról, illetve a júniusi programjainkról szeretnénk most beszélni. Úgyhogy megkérem Rosszik Zoltán igazgatót, a múzeum igazgatóját, hogy foglalja össze az elmúlt 10 nap történéseit, statisztikáit. És köszöntöm a kedves megjelenteket. Az elmúlt egy hétben elindult a látogató fogadása, nagyon sokan jönnek, nyilvánvalóan szeretnénk, ha még többen jönnének. Az elmúlt ugye, két hétvégével együtt 910 látogatónk volt csak a Munkácsi kiállításon, ugye ez jönnek még pluszba a múzeumot egyébként látogatók, ez körülbelül majdnem 2 millió forintos bevételt jelentett. A beosztások megtörténtek, a látogatókat tudjuk fogadni, vannak nagyon sikeres programjaink, ugye már eleve ezek a szubjektív tárgyvetések, amire nagyon sokan jelentkeznek, nagyon sokan jönnek, reméljük ezeket továbbra is tudják látogatni, hiszen akiket felkértünk, azok nagyon szívesen és nagyon odaadóan mondják el a tárgyvetésüket, ahogy ők gondolnak Munkácsiról. Ugye reggel 8-tól vagyunk nyitva este 8-ig. Furcsa mód, reggel 8-kor nem csak az iskolások jönnek, hanem már csoportok, nyugdíjasok, családok is eljönnek, tehát mindenképp megért, hogy reggel nyitva vagyunk. Az esti nyitvatartás még kicsit húzódik, hiszen a víziszínház még nem indult be, de reményeink szerint, hogyha a héttől, jövő héttől ez be fog indulni, akkor már este 8-ig is nagyon nagy tömegek fognak itt lenni, és akkor látogató számon is ezt majd be tudjuk mutatni önöknek. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor vissza is adom a szót. Igen. Én pedig akkor szeretném elmondani, hogy még júniusban milyen programokkal készülünk. Ugye már voltak, amit Zoltán is mondott, szubjektív tárlatvezetéseink, ugye Rómer Ilona festőművésszel. Nagyon nagy rá a kereslet, ezért arra gondoltunk, hogy minden hétvégén lesznek ilyen szubjektív tárlatvezetések, mind Illi közreműködésével, mind mások közreműködésével, és ezt el is mondanám, hogy kiket tervezünk ugye júniusban, ilyen felkérni, vagyis már fel is kértük őket szubjektív tárlatvezetésekre, ugye ezen a hétvégén szombaton 17-én Korbe István festőművész fog tartani ilyen tárlatvezetést, vasárnap pedig újra Rómer Ilona. A múzeumok éjszakáján, ugye, amiről majd mindjárt fogok beszélni, az 24-én, június 24-én lesz. Ott Bősze Ádám zenetörténész fog tartani tárlatvezetést, és vasárnap pedig is ismét Rómer Ilona fog velünk tartani. Úgy látjuk, hogy nagyon szeretik az emberek ezeket a tárlatvezetéseket, mert plusz információkat tudnak meg a képekről, a Munkácsi Mihály életéről, a művészetéről, és tényleg úgy látjuk, hogy szükség lesz a jövőben is, nem csak júniusban, hanem a többi hónapban is ezekre a szubjektív tárlatvezetésekre. Ugye most indul jövő héten hétfőn, tehát június 19-től 25-ig, egy héten keresztül a Munkácsi Most, Mi Munkácsink gasztronapok. Ezt úgy találtuk ki, arra gondoltunk, ugye, hogy minél jobban át tudjuk adni a szarvasiaknak, illetve az ide látogatóknak ezt a munkás élményt, minél több szemszögből be tudjuk mutatni ugye, az ő életművét, a művészetét, és minél közelebb hozzuk az embereket a múzeumhoz, a művészethez, hogy bejöjjenek, hogy beszéljenek róla, hogy megnézzék ezt az egyedülálló kiállítást, és a város összefogásával, ugye a helyi gasztronómiában jártas szakemberek segítségével megálmodtuk, megalkottuk ezt a gasztronapokat, ezt a rendezvényt, amit úgy kell elképzelni, hogy ezen a héten, tehát jövő héten, 7 vendéglátóhelyen, vagy 7 ugye, ahogy fogalmaztam, gasztronómiában jártas szakemberek helyein, mert ugye van közte többféle hely, majd mindjárt felsorolom, hogy kik lesznek benne. Oda, hogyha az ember felkeresi ezeket a helyeket, akkor ott megkóstolhatja ezeket a Munkácsi Most kreációkat, Munkácsi Mihály kedvenc ételeit esetleg, vagy ugye olyanokra is gondoltunk, hogy vajon, hogyha Munkácsi Mihály most itt lenne, akkor mit szeretne megkóstolni, mit kérne mondjuk egy étteremben, tehát szeretnénk, hogy
tényleg az időszak alatt Munkácsi Mihály szelleme itt legyen közöttünk, és tehát a programban résztvevő helyek az az Édesem Cukrászda, az Ildikó Cukrászda, a Liget Wellness és Konferencia Hotel, a Róka és Mackó Barátkozó, a Szeretetem Házi Pékség, a Turul Kisvendéglő és az Újváros Bisztró. Ezt hamarosan a részletes menükkel is jelentkezni fogunk. Én már láttam a menüket, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz. Én mindenkit biztatok arra, hogy majd keressék fel az összes helyet, és postolják végig ezeket a kreációkat. A közösségi oldalainkon ezeket az összes programot természetesen kommunikáljuk, folyamatosan tájékoztatjuk ugye az érdeklődőket, hogy éppen mivel hol tartunk, mire jöjjenek el, mit lehet tudni ezekről a programokról. Ugye nagyon várjuk jövő héten, pénteken, tehát június 24-én lesz, szombaton, június 24-én a múzeumok éjszakája, az tényleg az év legizgalmasabb éjszakája, úgy hívják, ugye a múzeum éjszakájának a közösségi oldalain is így hirdetik meg ezt az eseményt, és tényleg így lesz, mert hogy nagyon sok programmal készültünk minden korosztálynak. Például 4 órától lesz, ugye itt lesz a külső programok, azok a múzeum előtti téren lesznek. 4 órától gyerekeknek lesz egy koncertmese, Mici Mackó Fázik címmel. Ez az Alma Szószok produkció előadóinak koncertmeséje, Mici Mackó örökzöldjeivel, valamint további Halász Judit slágerekkel. Ez egy ilyen interaktív előadás, koncertmese lesz, úgyhogy erre várjuk ugye nyilván a gyerekeket, illetve a családokat. Utána 6 órától lesz az Alföld Quartetnek klasszikusok éjszakára, Haydn és Mozart vonós négyesei címmel egy komoly zenei koncert. Ők úgy definiálják magukat, hogy ugye azzal a céllal jöttek létre, hogy a rendkívül gazdagán méltatlanul háttérbe szoruló kamarazenei irodalom remekeit mind szélesebb körben szólaltassák meg a délalföldi régió és távolabbi országrészek hangversenytermeiben, templomaiban, művelődési központjaiban, tehát például a mi eseményünken is. Ezt követi majd 7 óra 30-tól Kis László, aki az URH és Európa Kiadó zenekarok tagja volt, neki lesz egy szólóestje, és utána pedig, ugye természetesen a Munkácsi Most kiállításhoz is szerveztünk programot, ott pedig, amiről az előbb már beszéltem, Bősze Ádám zenetörténész szubjektív tárlatvezetése lesz, és emellett még lesznek kézműves foglalkozások kint a múzeum előtti téren, ahol majd Munkácsi Most vászontáskát lehet díszíteni, illetve honfoglaláskori ékszereket lehet készíteni. Itt ezen az estén, vagy ezen a napon speciális jegyárak lesznek, erről minden információt meg lehet találni a honlapunkon, illetve a közösségi oldalainkon. Érdemes lesz ellátogatni szerintem erre a programra, mert tényleg nagyon-nagyon izgalmas programoknak ígérkeznek. Akkor igen, és amint mondtam, a belépőjegyeket meg lehet tekinteni ugye a honlapunkon, erről is mindig folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A közösségi oldalainkon, ahogy ugye elindultak a programjaink, illetve a Munkácsi Most kommunikációja, akkor azt látjuk, hogy tényleg nagyon érdeklődőek az emberek, megosztják az eseményeinket, nagyon sok visszajelzést kapunk, és eddig a legtöbbje az pozitív, tehát úgy látom, hogy az emberek kíváncsiak erre a kiállításra, kíváncsiak a programokra, és szeretnének részese lenni ennek az élménynek, úgyhogy mi ezt így folytatjuk, megpróbálunk minél jobban az aktivitást növelni, ezáltal a látogató számot is növelni, és minél néósabb és izgalmasabb programokkal készülni, nem csak a június hónapban, hanem majd minden hónapban, és amit ugye a polgármester úr is most lát ezeket a szórólapokat, ezeket is a városban majd több helyen meg lehet találni. Az egyik az így néz ki, igen, két oldalasak, az egyik, hogyha az egyiket felmutatjuk, ugye,
eljövünk a jegypénztárba és felmutatjuk, akkor ezzel automatikusan Szarvas 300 belépőjegyet vásárolhatunk. Ezekről a részletekről minden megtalálható, a részleteket meg lehet találni a múzeum honlapján, illetve van egy másik szórólapunk, ugyanis partner szervezeteinkkel kapcsolatos ez a szórólap. Azt gondoltuk ki, hogy akik Szarvason, például a Vízi Színházban, a Katalin 2-n, a Körösvölgy Állatparkban, az Arborétumban, felsoroltuk az összes helyet a honlapunkon, most csak éppen kiemeltem egy pár helyet, hogyha onnan hoznak hozzánk egy belépőjegyet, akkor azzal szintén automatikusan ezt a Szarvas 300 jegyet tudják megvásárolni. Ezt azért szeretnénk, hogy tényleg minél többen jöjjenek hozzánk, és minél több helyre eljusson a hírünk, és természetesen ezeket a kedvezményeket is azért szeretnénk, hogy az ne legyen probléma, ha az embereknek esetleg nem férne bele mondjuk a büdzséjükbe, hogy mondjuk megvásárolják ezeket a teljes áru jegyeket. Arra törekszünk, hogy tényleg minél több ember el tudjon jönni, többször tudjon eljönni, és megnézhesse ezeket a csodálatos festményeket. Itt láthatók, ugye készültünk egyedi ajándéktárgyakkal, képeslapjaink vannak, hűtőmágneseink vannak, van ez a nagyon-nagyon exkluzív és egyedi méretű katalógusunk, ugye, amiben poszter méretű festmények reprodukciója láthatóak, szerintem magáért beszél, és ez is ugye az egységes arculatunkhoz készült. Található benne Munkácsi Mihály életéről tanulmány, található benne ugye polgármester úr köszöntője, a Pák Imre gyűjteményről egy tanulmány, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki meglátogatja ezt a kiállítást, megtekinti, hogy utána térjen be ugye a pénztár melletti múzeum shopban, ajándékboltba, és nézze meg ezeket az egyedi Munkácsi most ajándéktárgyakat, van még ágyszeruzánk is, Munkácsi Mihály idézettel, illetve 3D nyomtatóval készült Munkácsi Mihály miniszobrok. Én úgy gondolom, hogy tényleg próbálunk minden hónapban nagyon izgalmas eseményekkel támogatni ezt a kiállítást, és hogy tényleg minél több szemszögből be tudjuk mutatni az embereknek, hogy mit jelent a városnak Munkácsi Mihály, illetve a Munkácsi Mihály művészete. Van még egy meglepetés, mégpedig egy kép érkezik majd, amit most vásároltak külföldön. Most annak a behozatalát intézzük, hogy néha hamarabb kiállíthassunk. Egy darab képről van szó, de vámügyeket kell intézni még, hogy beérkezhessen az országba. Úgyhogy ezzel is dolgoztunk tegnap. Ez a kép is még meglepetésként megérkezzen. Ez se szokott így lenni. Senki nem látta. Legalábbis Magyarországon meg itt a kiállítóteremben sem, tehát nem volt a Pák gyűjtemény része. Ezzel a kiegészülés most van nekünk is, mert nekünk kell vámoltatni ahhoz, hogy ez gyorsabban megtörténjen. Úgyhogy lesz még meglepetés. Igen. Illetve a következő hónapokban is persze készülünk sok-sok meglepetéssel, még ajándéktárgyakkal is, csak ezt még egyelőre nem szeretnénk. Szarvas a meglepetések város, igen. Azt jól tudja mindenki.